kéne várni, mert az elég szép lesz, nem? Driver and co-driver. Yeah, it's in the close, please. Close. Buon dia! Tudjuk, hogy 9-kor nyit a bolt, és akkor most be kell vásárolni. Ugye május 1 volt, nem tudtuk megvenni a szendvicsnek valót. Tavaly megszívtuk, mert 1 órakor már le volt rabolva a bolt, úgyhogy legalább most már ezt is tudjuk. Remélem a többiek nem. A pálya az ugyanaz, mint tavaly. Igazából egy pici új rész van benne olyan szempontból, hogy le van aszfaltozva egy olyan, ami tavaly egy kicsit koszos volt. De hát ez pont, hogy még az előnyére válhat, nem, hogy hátrányára. Úgyhogy tényleg tudjuk magunkat mérni a tavalyi teljesítményünkhöz, úgyhogy szerintem nagyon jó kis nap lesz. Sétáltunk, és nem bírom, meg kell, hogy jöjjön. Nyilván ugyanaz minden, úgyhogy tudjuk a dolgokat. De azért izgulok, hogy mennyivel leszünk gyorsabbak. Hiszen mindig az idő eredmény. Mire számítasz? Így, látatlanba. Tavaly 2.32-t mentünk. Azt mondta Csabé, 2.30 alatt meg sárjak. Vagy hogy lesőjék a szervizbe, úgyhogy. Bízunk benne, hogy ténylegesen sikerül. Gyakorlatilag minden, csak a gumi múlik? Szerinted? Hát, nyilván nem. Ugye tavaly a régi autóval voltunk, és az új autó. Ugye ezeknek a összképe valószínűleg valamennyit fog segíteni, valamennyit fogunk gyorsulni, de nem tudom ténylegesen, hogy mennyit. Ezért várjuk ezt a tesztet. Nem mentünk a Pirelli gumival 21 óta. Ugye akkor mentünk vele Cereden, ott nyertünk. Azóta nem megy. Nem, hát majd elállok vele. Mert? De benne a kulcs, arrébb állottuk. De elvileg ti is jobbak lettetek, nem? Egy év alatt. Valamiben igen. Nem biztos. Valamiben igen, reméljük, hogy a versenyzésben is. Erről a pályáról, hiszen tavaly is ugyanitt volt a hivatalos teszt ezen a versenyen. Rengeteget tudtunk gyorsulni, ennek nagyon örülünk. Azt nem gondolnám, hogy a pályát jobban megismertük, vagy az számítana valamit, hiszen már a tavalyi eredményhez képest itt a második-harmadik
időeredményünk is jobb volt, mint tavaly, úgyhogy tényleg rengeteget tudtunk gyorsulni, ami ilyen rövid 3,9 km az nagyon sokat jelent. Tavaly 32 hetet tudtunk jönni, most meg 28-8-at, szóval majdnem 4 másodperc, ez 2 perc 28-ról beszélünk, úgyhogy majdnem 4 másodpercet a 4 kilométeren, úgyhogy azért az eléggé jelentős. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy most az összes pályán annyit fogunk gyorsulni, de azért ez biztosan bizakodó, illetve azt tetszett nagyon, hogy tényleg, hogy a harmadik felfutásunkra is már jobbat jöttünk, mint tavaly a 15. legjobbiból kiválasztott, vagy a 20 legjobb időből, úgyhogy mindenképp ez pozitív. Szerdán fogunk pályát járni. Szerintem reggeltől estig valószínűleg. Csütörtökön reggel lehet még bejárni ugye a városi gyorságét, ami csütörtökön este lesz, ahol be is megyünk a stadionban, illetve csütörtökön lehet még egy picit délelőtt pályát járni, illetve utána kezdődik a szabad edzés, majd a kvalifikáció, utána autogramosztás, és akkor este igazából a városi gyorsal elkezdődik, de hát nyilván itt a péntek szombat lesz, ami mérvadóbb lesz, vagy ami jobban számít. Picit hidegebb időt mond, aminek én kifejezetten örülök, hiszen iszonyatosan meleg van, én nagyon nehezen bírom a meleget. Nem tudom, 25 fok van csak, de szerintem vagy 40-nek érezzük, úgyhogy iszonyatosan meleg van. Nyilván az autóban ez még szorozva 2 vagy 3-mal, úgyhogy eléggé elfáradtunk ebbe a 50-60 km tesztbe is. Volt a kvalifikáció, ugye a harmadik helyen zártuk a kvalit. Tök érdekes, a Suárez beválasztott 8-nak. Úgyhogy igazából a Bonato után másodikként fogunk rajtolni a holnapi nap. Aztán ez egy elég kerül dolog itt, főleg a tavalyi évek, vagy tavalyi eredmények tekintetében. Úgyhogy itt most már a speaker srác az meg is jegyzett minket tavalyról, hogy azt az eget, ennyire elő vagytok. Úgyhogy tök jó egyébként, valamiért megragadt nekik az, hogy mi tavaly is itt voltunk. Most éppen pont egy fotózásra megyünk, ahova az összes versenyzőt elhívták. Egy ilyen nagy csapatfotózás lesz itt a stadionban, a Gran Canariai stadionban. Úgyhogy ez is egy plusz hangulatot ad az egésznek, meg itt azért látszik, hogy mennyi ember van. Igazából itt lesz ugye egy kosárlabda pályára fognak minket bevinni a versenyautóval ma este, aztán hömpölyög a tömeg mindenfelé. Szóval nagyon jó a hangulat, tényleg.
nem tudom, tavaly is nagyon jó volt a hangulat, de most felfokozott hangulatban vagyunk abszolút, úgyhogy tényleg nagyon jól érezzük magunkat, nagyon bízom benne, hogy ez majd az eredményeinkben is tükröződik. Bal, 3.45, 5-ös a pirosnál, türelmes, türelmes, bal, mindjárt leérünk, sima jobb és 60 lefelé, jobb egy, jobb kettő, picit dobb, bal egy padló, 50, bal 3 a balon, tempó 60, észre a jobb 45. És a 20 jobb 44, a jobbon bal, a bal 33-ból a jobb 44, és a 30-on lefelé bal 34, a második feketénél törik fel a jobb 4, jobb 3, bal a bal 2. A jobb négy a kéknél is az 50, bal 45 a sziklánál, még a másodikból a jobb négy a kéknél és a bal 2 padlót kiengedett 30, bal 4 gyenge a kéknél, majd 30, bal 3 a kéknélből a jobb egy padló és 50. Jobb egy padló kiengedett 11, éven vele a jobb 11 padló vége a jobban 60 felfelé, bukka bal 3 gyenge a kőnél, ből a bal 11 padló a bekötőnél 200 felfelé. Gondolom még mindig, hogy egy álom, és nem történt meg. Nagyon nehéz igazából mit mondani és miről beszélni, hiszen 6-7 év alatt valamit felépítettünk, és hogy ezt a dolgot igazából egy rossz kormány mozdulattal, vagy egy rossz pályafelírással, vagy bárminek nevezhetjük ezt, le tudod rombolni, azt megemészteni lelkileg, kurva nehéz. Egyszerűen tényleg nem tudok mit mondani, mert nagyon sajnálom az egész esetet. Nyilván ugye valamilyen szinten pilótaként én vagyok a hegycsúcs vagy a jéghegy tetején. Rajtam van minden reflektor, vagy mindenki engem figyel, vagy nekem kell a legjobbat teljesíteni. Rajtam tud a legjobban kijönni az egy-egy hiba.
és sajnos most is ez történt, és tényleg az utóbbi időben elég sokszor történik ez, úgyhogy valamilyen szinten ezen biztosan el kell gondolkodni. Nagyon szerettünk volna jót teljesíteni és célba érni, nem volt túl feszítve, egyetlen egy rossz kanyar, és igazából tényleg az álom az egy rémálommá válik. Egyszerűen egyelőre kilátástalan a helyzetünk. Nyilván nagyon szeretnénk tovább folytatni és versenyezni, de azért 30 évesek vagyunk, nem gyerekek, tudjuk, hogy ez mibe kerül és ennek milyen anyagi vonzata van. Úgyhogy hát a legjobb dolog az egészben az, hogy élünk, vagyis hogy Attila mellettem úgymond él és túléltük. Azt nyilván azt feldolgozni, azt nagyon nehéz lett volna. De ennyit, tényleg más nem tudok elmondani, egyszerűen borzasztó érzés lelkileg egyszerűen itt lenni és az egészet átélni, és az, hogy valószínűleg ha tovább is tudunk menni, akkor az csak egy kisebb fajta csoda, de hogy az is lehet, hogy tényleg ez egy karrier vége. Ugye már Barum után is mondtam ezt, de azért ez egy még egy nagy esés volt. Az nem kérdés számomra és a csapat számára sem, hogy mindenki egyénileg nagyon jól teljesít, és nagyon jók vagyunk, nagyon jó csapattal versenyzek, nagyon jó minden, de egyszerűen nagyon-nagyon nehéz az a rally, és valahogy kifogott rajtam most is, és ezt nagyon nehéz elfogadni. Hát egy jó pár napnak, akár hétnek is el kell telnie, ahhoz, hogy én ezt rendezni tudjam magamban. Én azért lelkisebb vagyok ilyen szinten, hogy ilyenkor keresem, először is a problémát keresem, aztán majd a problémára a megoldás, mert nyilván, hogyha hosszú távon még szeretnénk versenyezni, már pedig szeretnénk, akkor meg kell szüntetni majd ezt a problémát, ami ezt a balesetet okozta. És most leginkább ezen töröm az agyamat még, hogy juthattunk el ide, hogy egyáltalán ez megtörtént, mert annyira magabiztos voltam, és bíztam magunkba, hogy én azt gondoltam, hogy egy ilyen hiba soha nem fér bele részünkről. Nem azt mondom, hogy megingott a bizalmunk, vagy bizalmam saját magunkban, de úgy azért elgondolkoztatott elég sok mindenen, hogy valójában én is figyelmetlen voltam. Én azt gondolom, hogy ez pályafelírási hiba volt, és ilyen hibát nem biztos, hogy védhetünk. Úgyhogy igen, nehéz ezt megemészteni, főleg, hogyha mondjuk lefordul egy gumi, vagy valami, és amiatt történik a baj, azt azért úgy könnyebben elfogadja az ember, mint hogy így tudod, hogy te hibáztál, és tudod, hogy elkerülhető lett volna egy kis odafigyeléssel, vagy nem tudom. De nyilván a rallyban meg benne van ez, tehát hogy ezzel azért együtt kell tudni élni, meg sőt, amikor beülünk az autó, mindig tudjuk, hogy benne lehet az, hogy összetörjük magunkat. De még annyi gondolat van a fejemben, hogy egyszerűen nem tudom megfogalmazni, hogy ez mi volt, meg nem tudom egyszerűen, hogy mi lesz ezután, tehát hogy ez hogy fog lecsapódni hosszú távon. Eléggé horrorisztikus, azért nagyon szerencsénk volt, hogy nem jött be a korlát. Annyira nem is szeretném sokszor megnézni, ez nem azért van, mert nem akarok tanulni a hibámból, hanem szerintem egy ilyenre nem kell emlékezni. Nyilván megnéztem, kicsit bentről is kezdtem a kanyart, nagyobbat tört, másra, nem azt mondom, másra számítottam, de másképp írtuk fel. Tudva azt, hogy előtte Bonátónak a belsőjét szerintem 50-szer megnéztem, egyszerűen nem tudom, hogy kerülhette el ennyire a figyelmet ez a kanyar, hogy ez másképp kifelé sejtett, nagyobbat tört, egyszerűen elnéztük, nem tudok másmit mondani. Nyilván tudom, hogy ez nagyon közhelyes, hogy az ember hibázhat, dolgozik, akkor hibázik, meg hulikaforgács, de tényleg nem tudok egyszerűen mit mondani. Nagyon nehéz ezt megemészteni sportolóként. Tudom, hogy nagyon ki van éhezve a magyar rallistársadalom is arra, hogy egy igazán jó párosért tudjon szurkolni. Át is éreztük, láttuk, hogy teljes mellszélességgel mellettünk vannak. Tudom, hogy rengetegen előfizettek amiatt, hogy lássassanak minket. Tudom, hogy mennyien ültek az internet előtt, és mennyien várták a jó eredményt. És egyszerűen nagyon rossz ezt így megélni, hogy tényleg lehet, hogy itt a vég, és nem tudom, hogy hogyan tudunk tovább menni. Őszinték vagyunk mindig,
de túl dramatizálni azért nem szeretnék, vagy szeretném, de én azt hittem, hogy szakadékba esünk, és hogy tényleg ott a vég. Tehát, hogy mindegy, majd Max kivágott. De egyébként mehet, mert tényleg őszintén szoktunk ezekről is beszélni, hogy én tényleg azt gondoltam, hogy most akkor vége van. Főleg amikor leértünk, jó, akkor tudtam, hogy amikor megállt az autó, akkor tudtam, hogy már olyan oltári nagy baj nincsen, de nem tudtam, hogy mennyire roncsolódott, ki tudunk-e szállni. Annyira égett az ereje, hogy az is megijesztett, hogy na, akkor most itt égünk el, tehát hogy mi van, hogyha nincs itt senki. Nem tudtam, hogy mennyire mélyen vagyunk a szakadékban egyáltalán, tudnak-e minket menteni. Aztán hál' Istennek ezek tényleg tized másodperc alatt lezajlottak ezek az életösztönök, tudod, hogy kicsattintod magad, mászol ki, húzod ki a társadat, mert Mixi egy kicsit nehezebben tudott kijönni, úgyhogy próbáltam rángatni kifelé, de hál' Istennek hamar kijutottunk az autóból és megkezdtük az oltást. Hát megmondom őszintén, hogy megijedtem persze, tehát hogy azért nem vagyunk robotok, tehát hogy vannak érzéseink, amikor átestünk a szalagkorláton, az egy, mintha megállt volna az idő egy pillanatra, és tényleg azt gondoltam, hogy akkor itt a vége, de aztán ezen a sokkon az úgy hamar túl lendül az ember, csak ott ezt azért rossz volt megélni akárhogy is. Ha tehettem volna, szombati napon is beültem volna a versenyautóban. Nem azt mondom, hogy hülye gyerek vagyok, és nem fogom fel, hogy mi történt, azért nem is nézem meg többet a belső felvételt, de igazából ténylegesen ez az életünk, nekem is és Attilának is, az elmúlt 5-7 évünket erre tettük fel, mind a ketten iszonyatosan szeretjük ezt a sportot, akkor érezzük jól magunkat, hogyha ha versenyautóban vagyunk és gyorsan megyünk, úgyhogy igen, mindenféleképpen beülnék, persze másképp csinálnám, de nyilván külső szemlélőként egy Kanári-szigeteken körülbelül van 8000 kanyar szerintem, de most csak mondtam egy számot, lehet, hogy 5, lehet, hogy 10 az egész verseny alatt. Addig megcsináltam 500-at, egybe volt hiba, nyilván ezért nem én vagyok Sebastian Loeb, mert ő valószínűleg ezt is meg tudta volna oldani, vagy le tudta volna kezelni. A mi szintünkön belül próbálkozunk a lehetőségekhez képest a legjobbat kihozni mindig. Nagyon sajnálom, nyilván át kell beszélni megint ezeket a dolgokat, nagyon sok a hiba mostanság. Ha kapunk még lehetőséget és tudunk versenyezni, akkor biztosan másképp kell odaállni. Egyszerűen nem tudok mit mondani, tényleg nem tudom. Csak abba bízok, hogy valamilyen oknál fogva, vagy valamilyen szerencse folytán, vagy valamilyen segítség, vagy valahogy tudom menni tovább. Szeretném folytatni, persze, tehát ez az életem, tehát nyilván megijeszti az embert, meg igazából az egész baráti körömre, a családomra, mindenkire a szívbajt hoztam, vagy hoztuk, de ez az életünk, tehát hogy, és nem azért, hogy ez nagy duma, meg szuperhősök vagyunk, de tényleg akkor érzem jól magam, amikor versenyautóban vagyok. Aztán persze elgondolkoztatja egy ilyen hatalmas esés az embert, hogy mi lett volna, hogyha ott egy szakadék van, ugye pont ezen a hétvégén történt egy, vagy előző hétvégén történt egy ilyen halálos baleset. Újfent, ahol szakadékba zuhantak sajnos, de nyilvánvaló, hogy ezt majd ki kell tudni zárni. Ez majd akkor derül ki, hogyha újra versenyautóba ülünk, hogy mennyire lesz bennünk a félsz. Szeretném folytatni, szeretnék versenyezni, tényleg ez az életem. Mindig próbálom kommunikálni a szurkolókkal és a lehetőség szerint mindenkinek válaszolni. Nyilván én most is ezt tettem, nem csak amikor siker van, hanem amikor kudarc is. Nyilván nagyon köszönjük nekik, meg nagyon sokan kezdték már a felajánlást, meg hogy segítenek, meg mindenféle dolgot. Nem látom még tényleg, hogy hogyan tovább. Lehet, hogy most majd szükség lesz a közönségre, vagy a nézőkre, vagy akik szeretik azt, amit csinálunk, és akik támogatnak. Tényleg nagyon köszönjük nekik a sok biztató szót, és bízunk benne, hogy tudunk valahogy menni tovább, de nagyon nehéz igazából most mit mondani. Egyszerűen tényleg elég kilátástalan a helyzet az, hogy tényleg egy egész álom, meg ahogy tisztán előttem van igazából az, hogy elkezdtünk a Rally 2-ben menni, Rally 1-ben, Peugeot Kupa összkerék, OB, EB, EB második év, és hogy mennyit dolgoztunk ezért, hogy irányig eljussunk, egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy ez itt ezt így egy rossz kormány mozdulattal tönkre tudjak tenni mindent, és egyszerűen nagyon bízok benne, hogy valahogy tudunk menni, és nagyon bízok abban még, hogy a nézőknek ezt majd egyszer meg fogjuk tudni hálálni. Nagyon érzem azt tényleg a mostani nézőkön, hogy tényleg lehet Attival valamit visszahoztunk ebbe az egész magyar rallyba, és hogy nagyon sokan szeretik ezt az egészet, amit csinálunk, és hogy szurkolnak, úgyhogy...
úgyhogy bízunk benne, hogy tudunk menni majd tovább.